Így fog kinézni a Szekszárdra tervezett rekreációs központ. A Modern Városok program részeként tervezett épület 1800 négyzetméteres lesz. Melegvízi ülőmedence, gyermekmedence és pancsoló is helyet kap majd itt, de kozmetikát és masszázstermet is álmodtak a tervezők. Erről még az előző ciklusban született döntés. Az ilyen Szekszárd viszont azt tervezi, hogy a fejlesztés nem az eredeti helyszínen, hanem a korábban életveszélyesé nyilvánított régi úszoda épületében kap majd helyet. Ezzel teljesen átírnák a korábbi terveket, és a régi épületre még pénzt is kellene költeni, hogy mennyit azt nem lehet tudni. Ács Rezső viszont azt mondja, az elmúlt időszakban többször is egyeztetett a pénzügyminisztérium illetékes vezetőivel, akik egyértelművé tették, hogy a beruházáshoz adott támogatás csak az eredeti helyszínre jár. Az MVP-ben, Modern Városok programban meglevő szerződések azok már élő szerződések, és a rekreáció is. A városnak élő szerződése van Magyarország kormányával arra vonatkozóan, hogy megvalósuljon a beruházás, de azon a helyszínen, ahol eredetileg terveztük. Tehát más helyszínre való átvitele az különböző helyiségbe ütközik. Ács Rezső arról is beszél stúdiónk vendégeként, hogy az ilyen Szekszárd tervei miatt a város úgy járhat, mint az orvosi rendelő esetében. Ott miután a többségi frakció leállította az eredeti helyszínen az építkezést, vissza kellett utalni 62 millió forint támogatást. Félek attól, hogy itt is el tudjuk veszíteni majd a forrást, és akkor, hogyha új sportcsarnok, fürdő is befejeződik végre úszoda, akkor ennek a harmadik lába nem fog megépülni azon a helyszínen, mert nem lesz rá majd forrás. Ács Rezső interjújával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ilyen Szekszárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, nem tartanak-e attól, hogy a tervük miatt újabb támogatástól esik el a város. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre.